Köszöntöm a korhatártalanul nézőit. Egy nagyon szép korhatártalanul korú hölgy ma a vendégem Gregor Bernadett személyében. Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a nézőket én is. Örülök, hogy itt vagy, bár lehet, hogy nem szereted, hogy mindenki, mindenkor a szépségedről kezd el rögtön beszélni. Jaj, dehogy nem. Szereted? Persze. Hát, sose éreztem azt egyébként, amikor vagy azt a kérdést kaptam meg, és a szép nő skatulja, hát soha rosszabb skatulját egyébként, csak hogy még egy picit maradjon így, ennyi csak. Gondolkoztam ezen, hiszen találkoztunk mi 20-on akárhány évvel ezelőtt, pont itt Szentendrén egyébként, és alig tudtam a szemem levenni rólad. Az a szép az idősödésben egy nő esetében is, hogy érik szépen. Nem tudom, hogy ezt te hogy éled meg, de majd erről fogunk beszélni, mert a macskáiddal akartam kezdeni, igen, meg a kutyusaiddal, hogy ugye hol Budapesten vagy a munkád, igen, hol valahol, nem tudom pontosan, hol vidéken. Bálványoson. Bálványos, úgy van, mondtad is nekem. És akkor hogy van ez, hogy a macskák, hol van a főhadiszállásuk a macskáknak? A főhadiszállásunk macskákkal együtt Budán van. A Naphegyen, tehát ez a bázis, és akkor általában egyébként a macskákat csak akkor szoktam utaztatni, hogyha hosszabb időt töltök el bálványosan, tehát hogyha jön egy olyan nyári szünet, amikor nem kell állandóan rohangálni, akkor jönnek velem ők is nyaralni. És akkor hogy, benti cicaként van? Nem. Amikor meglett nekem ez a bálványosi ház, akkor úgy voltam vele, hogy én nem akarok két naponta feljárogatni, macska almot szedegetni és macskát etetni, és beraktam őket a hordozóba, és akkor leköltöztünk, és úgy voltam vele, hogy aki megy, megy, aki marad, marad. És képzeld, senki nem ment el. Tehát az, hogy a macska a helyhez kötődik, ezt én állíthatom, hogy ez nem igaz, mert kötődik a gazdájához. És aztán onnantól kezdve, ahány nyáron lementünk, ugye mert ősztél, tehát a színházi szezont itthon töltöttük, ahogy levittem őket újra, kinyitottam a hordozóajtót, ők pontosan tudták, hogy mi merre van, és emlékeztek rá, és ott igazi macska életük van, fára másznak, háztetőre másznak, egerésznek. Szóval úgy, boldog cicák. Ez gyerekkorod óta van neked ez az állatok iránti, mondhatjuk így, hogy szerelem, szeretet? Ezt gyerekkoromból hoztam. Édesapám nagy macskabolond volt egyébként. Az utolsó cicájuk egy Tamás nevű fekete herélt kandúr volt, és az hát, ilyen kulisszatitkot talán el lehet mondani a nézőknek is, mert biztos van, akinek van cicája, az tudja, hogy bizony a cicát nehéz leparancsolni konyhapultról és étkezőasztalról, és aztán ezt bevállalták, hogy amikor megvolt a vasárnapi ebéd, ott maradt a kenyérkosár, megittuk a kávét, és apám mindig hagyott egy pici cukros kávét a bögre aljában, és azt odarakta Tamásnak, aki kilefetyelte a kávés csészéből, és akkor ott alhatott vasárnap délután, aztán persze ment a mosásba, meg a hipózásba a terítő, macska nélkül természetesen. Sokszor látom akár ilyen felvételeken is, nekem nincs személyesen cicám, szoktam mondani, majd ha már jó öreg leszek, és nem nyüzsgök ennyit, akkor kezdetben kutyát akartam, de most macskapárti lettem. De neked van macskád is, meg ugye erről beszél, és kutyád is. Na most ez a kutya-macska barátság, ez hogy működik egy családban? Ez nagyon jól. És én azt gondolom, és vallom is, hogy nagyon ritka az az eset, amikor nem szoktatható össze a kutya a cicával, ez türelem és odafigyelés kérdése leginkább. Tehát nekem volt olyan menhelyi kutyusom, akit 2 évesen hoztam ki a menhelyről. Lehetett rajta érezni, hogy megviselt volt az idegrendszere és a lelke is, mégis szépen össze lehetett szoktatni az otthon lakó cicákkal. De nem csak egy ilyen, hát hogy mondjam, amatőr állatbarát vagy, hanem nagyon tetszett, ahogyan te beszélsz a felelős állattartásról. Ugye? Hogy azért az mennyi felelősséggel jár, és ez bocsánat, gyorsan még hozzáteszem, hogy sajnos itt Szentendrén sokszor tapasztaljuk ám az ősz kezdetén, hogy a hegyen lakók, akik még nyár elején, jaj, de cuki kis cica hazaviszik, és aztán szabadjára engedik, akár a kutyust. Szóval ezt nem nevezhetjük felelős állattartásnak. Te erről másként és
sokkal szimpatikusabban vélekedsz. Én másként vélekedem, igen, meg az a megtisztelő felkérésért, hogy a közös ügyünk az állatvédelem alapítványának a kuratóriumi tagja lettem, tehát most már szinte már hivatásszerűen is foglalkozom ezzel a dologgal. Amikor én egyébként gyerek voltam, akkor például ez, amit te mondasz, ez szinte egy bevett szokás volt, az, hogy kóborkutya van az utcán, vagy a cica. A cica egy picit más, mert a cica önellátóbb, tehát nincs annyira ráutalva az emberre, mint a kutya. De való igaz, hogy azt gondolom, hogy a felelős állattartás terén azért van még mit tanulni, és ugye én a városban tartom a két juhászkutyámat, egyébként ott lakunk a Tabán mellett, és ott van egy nagy kutyás közösség. Sok mindent tanulunk egymástól is, de azért ebben van hova fejlődni, azt gondolom, hogy úgy tartsunk állatot, ha már városban tartunk, és ami nagyon jó, és legyen cicád vagy kutyád, mert a társállatnak a társállattal való együttélés szerintem olyan szinten megváltoztatja az életminőséget, tehát néha a gyerekemmel nézzük ezeket az állatokat, és simogatjuk a kutyát, és azt szoktuk néha, hogy kiszakad az emberből, hogy Istenem, de jó, hogy ők itt vannak, és hogy ezt mi nap mint nap megtapasztalhatjuk. De visszatérve a felelős állattartásra, hogy úgy tartsuk ezeket az állatokat, hogy ne mások terhére, meg hogy nekik is ugyanolyan jó legyen, mint amilyen jó nekünk gazdiknak. Mondjuk én örökbe szeretnék fogadni egy kutyust. Akkor jól végig kell gondolni a saját életritmusomat, azt, hogy a kutya egy nagyon mozgékony, vagy éppen egy nagyon nyugodt, mert hallottam olyat, hogy amikor a kutya nagyon mozgékony, de nem törődik a gazdi, mire hazamegy a gazdi, akkor minden lebontja. Igen. Ez így van szerintem, hogy ez fontos, hogy az ember a személyiségéhez passzoló társállatot válasszon magának. Ott a környéken például nagyon sokan tartanak magyar vizslát, ami ugye egy gyönyörű szép kutyafajta, és nagyon-nagyon okos, de én például tudom, hogy nekem nem lenne való egy magyar vizsla, mert egyszerűen más a rezgés szintünk. Tehát én azt a folyamatos tetrekészséget és pörgést én valószínűleg fél óránál tovább nem bírnám cérnával. Van, akinek pont ez a jó, hogy ő szeret rengeteget menni, futni, iskolába járni. A juhászkutya ebből a szempontból egyébként nagyon jó választás. Nekem az idősebbik Whisky, egy skót juhász, rá mindig csak azt szoktam mondani, hogy ő olyan, mint egy szobanövény. Járunk kozmetikába, és ő szépen kifésülve, frissen, illatosan, neki az a jó, hogyha fekhet a kanapén. Tehát őt mondjuk egy esőbe rávenni egy sétára, az igazán látszik rajta, hogy ő ilyen mártírnak képzeli magát, hogy ki kell menni. A másik, ő egy belga juhász, ő pörgős, ő vele lehet menni, és nagyon jól alkalmazkodnak egyébként az én életritmusomhoz. Hozzá vannak szokva, hogy nem minden napunk ugyanolyan. A cicáknál van ilyen, nem tudom, mi a jó kérdés, hogy személyiségbeli különbség, hogy az egyik nyüzsgőbb, a másik meg nem annyira. Tehát a cicáknál lehet ilyen különbséget felfedezni? Persze, szeretem a cicák közül. Ahány cica, annyiféle egyéniség. Mindegyik más. Van, amelyik nyomulósabb, van, amelyik erőszakosabb, van, amelyik csendesebb. Úgyhogy nagyon jó velük együtt élni. Igen, ezt érzem, ahogy mesélsz róluk. Találtam tőled egy nagyon jó gondolatot. Az én titkom az, hogy hagyom őket olyannak lenni, amilyenek, ezt a cicáidról mondtad. Igen. És valahogy, és akkor javíts ki, ha rosszul gondolom, valahogy rád is illeszthető talán ez a mondat, hogy hagyjanak téged olyannak, amilyen te vagy. Jól gondolom? Jól gondolod, és azt tapasztalom egyébként, én nehezen szokom meg például az internet világát, hogy most aztán különösen szokás, amióta az emberek a közösségi médiában élik akár a magánéletüket is, hogy címkéket ragaszgatunk egymásra, meg ítélkezünk egymás felett, és ez nekem valahogy olyan megszokhatatlan. Ugye Szabó Magdának van talán ez a nagyon szép és bölcs idézete, hogy úgy kell élni, hogy amíg forgolódunk a világban, ne súroljuk le a másik emberről a bőrt. És ez valahogy, én igyekszem úgy élni, hogy én nem súrolom le más emberről a bőrt. És az, hogy a macskáimat hagyom olyannak lenni, amilyennek, egyébként tudom, hogy nem jó párhuzam, vagy ez néha olyan visszatetsző, de például a gyerekeimet is hagyom olyannak lenni,
amilyenek. Én nem próbáltam meg őket soha másmilyennek alakítani. A nevelni szót azt még használni se szeretem. Édesapád, és akkor biztos, hogy mindenki tudja, de azért mégiscsak mondjuk azt, hogy egy csodálatos operaénekes volt Gregor József. Ő is hagyott téged olyannak lenni, amilyen vagy? Mert én, és mielőtt válaszolni hagylak, a saját szüleim sokkal szigorúbbak, sokkal több elvárás, sokkal több fegyelem, és én már a saját lányaimmal sokkal engedékenyebb, sokkal szeretettelibb. Tehát nálatok például ez hogy volt? Szerintem abban, amikor én voltam gyerek, ugye most már azt mondhatjuk, hogy lassan egy jó fél évszázad, de ezelőtt szerintem egészen mások voltak egyébként ezek a családon belüli kötődések. Tehát, hogyha én visszagondolok a gyerekkoromra, szerintem, és ez nem csak családon belül, hanem akár pedagógus és gyerek között is, a szeretet megvonással való bünti, az szerintem ilyen szokványos volt szinte mindenütt. És szerintem ő hagyott engem olyannak lenni, amilyen én vagyok, de nagyon féltett is ugyanakkor. Tehát a gyerek, megpróbálja egy szülő a gyerekét néha kicsit túlfélteni, és kicsit, és egyébként szerintem tévesen azt gondolni, hogy én jobban tudom azt, hogy a gyerekemnek mi a jó, mint ő saját magának. Ez biztos egy ilyen óvóvédő szülői ösztön, és én is féltem a gyerekeimet, de azt hiszem, hogy én ezt szabadabban kezelem, mint ahogy az én szüleim. De milyen kamasz kislány voltál? Szófogadó, tanulni szerető, vagy épp ellenkezőleg feszegetted a határokat? És... Én szerintem én egy nagyon jó kislány voltam, mert a szüleimet sajnos nem tudod erről már megkérdezni, remélem ők is ezt mondanak, de én szerintem igen, én egy alapvetően egy alkalmazkodó és simulékony természetű kamaszlány voltam, tehát én nem maradtam ki, nem... balhézott velem az anyukám, tehát nem emlékszem ilyen konfliktusokra. Jó gyerek voltál. Szerintem igen. Meglepte édesapádat, hogy te színésznő akarsz lenni? Látod, azt nem tudom, hogy meglepte, én viszont nagyon törekedtem arra, hogy ő ne tudja, hogy én mikor megyek felvételizni. Aha. Mert akkor is volt bennem már egy olyan érzés, hogy én nem szeretném, hogyha én azért jutnék esetleg előnyökhöz, vagy azért gondolná valaki, hogy esetleg engem azért vesznek fel a színművészetére, mert én a Gregor Jóska lánya vagyok. De talán ettől nem féltett a pályától, és nem is tiltott, és nem is véleményezett egyébként, amiért én nagyon hálás vagyok utólag, hogy abban nem szólt bele se anyukám, se apukám. És aztán azon gondolkoztam, hogy valószínűleg azért, mert hogy neki ez a pálya, a saját pályája nagyon sok szépet és jót adott, és nagyon örömteli volt, és neki nem volt meg az a rossz élménye, ami egyébként sok olyan, azt látom, idősebb színész kollégák, jaj, az én gyerekem bármi legyen, csak színészne. Az nyilván ott van valami rossz tapasztalat mögötte, amiért én nem akarom, hogy a gyerekem olyan kiszolgáltatott legyen, vagy esetleg sikertelennek érezze magát, mint amilyennek én éreztem magam. De valószínűleg apukámban nem volt ilyen érzés, így aztán nem. Ő egy nagyon szeretett, tehát túl azon, hogy csodálatos hangja volt, csodálatos művész volt a színpadon, Ő nagyon szerethető ember volt, és nem is tudom elképzelni, hogy őt érhette esetleg bántás vagy kudarc. Ugye? Hogy... Biztos vagyok benne, hogy nem. Nem, mert hát egy olyan isteni adománnyal a torkában született, amiből talán tényleg hát nagyon, nagyon keveseknek adatik meg. És ő soha nem élt vissza, ő mindig jól sáfárkodott ezzel az adottságával. Most a hangról jut eszembe, és lehet, hogy tudnom kellene, hogy te hogy énekelsz, de örököltél valamit az apukád hangjából? Szerintem nem. Nem is, ebben nem is gondoltam egyébként még bele. Azt tudom, hogy amikor színművészet is voltam, akkor nagyon féltem énekelni, mert attól féltem, hogy majd mindenki apukámhoz fog hasonlítani, hogy mit örököltem. És aztán Iglódi István tanár úrral volt zenés mesterség vizsgánk, és ő szándékosan nekem adta vagy Brecht vizsga volt, Kurázsi mama dalát, ami hát voltam vaságyastól 40 kiló, vékony, fiatal, kis fekete lány. És akkor azt kérte tőlem, hogy felejtsem el ezt az egészet, hogy én milyen énekhangokat énekelek, vagy mi jön ki a torkomon, hanem kezdjek el arra figyelni, hogy miről szól, hogy mi a tartalma annak, amit én előadok. És aztán már bátorkodom egyébként a színészi pályámon énekes szerepeket is vállalni, vagy akár önálló estet, és én azt gondolom egyébként, hogy
én nem vagyok énekesnő, nekem egy ilyen helyzetben a plusz, amit én hozzá tudok adni, az a színésznői minőség. Karádi Esten nyilván, és erről majd egy picit később szeretném is, ha hosszabban is beszélgetnénk. Nem tudom, hogy szóba hozzam, mert nem jó emlékeket őrzöl a főiskoláról. És az az érdekes nekem, hogy már több olyan vendégem ült itt, aki nem jó emlékeket őriz a főiskoláról. Ezt olyan jó egyébként, hogy mondod, mert én mindig olyan egyedül érzem magam egyébként, amikor én elmondom a saját személyes emlékeimet és élményeimet, és egyszer még az is előfordult egyébként, hogy egy szintén saját személyes élményeimet írtam meg egy Facebook posztban, és egyszer le kellett vegyem, mert olyan hozzászólások érkeztek, ami egy teljesen más irányba vitte ezt a dolgot. Én magamról tudok csak beszélni, az én saját tapasztalataimról, máséről nem. Egy dolog biztos, az, hogy az a fajta pedagógiai módszer, ami arról szól, hogy én megalázva érzem magam, velem durván beszélnek, megbántanak, hát hogyha nem volnék érzékeny, nem mentem volna erre a pályára, tehát hogy nagyon a szívemre vettem. Én nem az a lelki alkatú színésznő vagyok, akit azzal a munkára lehet sarkalni, hogyha bántják. Ettől függetlenül el tudom képzelni, hogy van olyan habitusú ember, vagy olyan színész, akinek ez jót tesz. Azt látom egyébként, hogy persze, hogyha nem rajtam csattan az ostor, hanem hogyha egy rendező jókor, jó időben mond mondjuk egy fiatal pályakezdőnek egy olyan mondatot, amitől ő rosszul érzi magát, és lelkileg összetörik, és lesz egy olyan állapotban, egy olyan lelki állapotban, amitől aztán a következő próbán vagy egy előadáson csinál egy olyan fantasztikus dolgot, amitől mindenkinek az álla leesik. Tehát ezt például értem, de éveken keresztül én féltem. Én nem szeretek félni. Úgyhogy én csak ezt, hogyha ezzel kapcsolatban kérdés érkezik, akkor a saját tapasztalatomról tudok beszélni, hogy nekem utána, amikor pályakezdő fiatal színésznő lettem, akkor nagyon sokáig én félelemből és megfelelési kényszerből dolgoztam, és nagyon sok időnek kellett eltelni, hogy én megérezzem egyébként, hogy a színjátszásban mi a jó és mi az élvezetes. Ebben valaki segített neked, hogy ezt a félelmet vagy szorongást felold valahogy? Igen, segített Iglódi István például, aki ugye aztán igazgatóm is volt a Pesti Magyar Színházban sokáig, és aztán, amikor én kaptam ott a lehetőségeket és a jobbnál jobb szerepeket, akkor nyilván azt éreztem, hogy bennem bíznak. Azt nem mondom, hogy a pályám során nem hangzott el rendezőktől olyan mondat, amitől aztán pár napig megint pálya alkalmatlannak éreztem magam, de hát végül is az ember elfogadja, hogy ez tulajdonképpen valahol a velejárója. Csak esetleg jobban tudtam kezelni. Tehát onnantól, hogy én kaptam a lehetőségeket, és hogy igényt tartottak rám az igazgatók és a rendezők, és a nézők sem dobáltak meg paradicsommal, ez nyilván egyfajta pozitív visszajelzés, hogy talán nem döntöttem rosszul, amikor ezt a pályát választottam. Amikor eljátszol egy szerepet, akkor honnan tudod azt, hogy most ezt jól oldottad meg, jól csinálod, vagy épp ellenkezőleg hiányérzet marad benned, és hogy nem tudom, ezen dolgozni kell, vagy tehát nem tudom, hogy a művészek hogy dolgoznak, de mi az, ami számodra megerősítő, vagy épp ellenkezőleg bizonytalanná tesz? Ezt most már érzem. Ezt most már nagyon, nagyon konkrétan érzem. Tehát azt most már soha én nem véleményezem saját magamat, mert ez nem az én dolgom, hogy a színészi alakításomat mondjam, hogy jó vagy rossz, vagy nem tudom. Azt például egy kék rókánál most már érzem, hogy aha, ez vagyok én, igen. Tehát ez, amikor ezt csinálom, és érzem, hogy uralom a teret, és hogy ez tulajdonképpen önazonos vagyok abban, amit csinálok. Ezt érzem akkor is egyébként, amikor énekelek, és amikor egyedül vagyok a színpadon. És azt is pontosan érzem, mert ilyen is előfordul, vagy előfordult, amikor végrehajtok egy instrukciót, mert valaki megmondja, hogy mit és hogyan kell csinálni, de igazából nem érzem a magaménak. Tehát ilyen is van. És eközött érzésben tudok különbséget tenni. De évek teltek el, amíg te félelemmel szorongva mentél. Igen.
A kékrókában például miért érzed úgy, hogy a tied? A kékrókának a női főszerepe, Cecile, szerintem egyébként, ezt bátran mondhatom, hogy a világirodalom egyik legérdekesebb női főszerepe. És Csiszár Imre rendezte a darabot, aki egyébként egy keménykezű rendező, és akinek az instrukcióit már tudom hova tenni. És rengeteget tanulok tőle, és azt gondolom, hogy amikor vele dolgozom, akkor olyan közös hullámhozra tudunk kerülni, hogy szerintem én nagyon értem őt, és ő is ért, és érez engem, és ettől ez egy nagyon jó munka volt, és a szerep pedig olyan, ami egy színésznőnek egy jutalomjáték. Tehát a női lélek ezer színűségét meg lehet benne mutatni, és lehet benne önfeledten játszani, és amikor már egyébként megvan a bemutató, és utána telnek, múlnak az évek, és ugye ez repertoáron megy ez a darab, játszunk belőle havi 2-3-at, és hogy előadásról előadásra még jobban telik meg tartalommal, és színesedik, és a színházban ez a legcsodálatosabb. Arra már rájöttem magam is, hogy nem feltétlenül jó egy premierren látni egy előadást, és aztán jó pipa láttam, most a nézőről, magamról beszélek, hanem igenis jó azt egy idő elteltével, ahogy mondod, hogy érettebbé válik a darab, vagy a ti színjátszásotok is, nem? Igen, mert ugye a bemutató az tulajdonképpen egy, majdnem olyan, mint egy vizsgahelyzet, tehát készülünk valamire, csak magunknak, tehát ezt nem látja más, nem jön egy visszajelzés, egy tetszés nyilvánítás a nézőtérről, hanem olyankor nyakig benne vagyunk valamibe, és néha az ember nem látja kívülről reálisan, hogy mi az, amiben benne van. Úgyhogy ez mindig egy vizsga szokott lenni, és akkor utána jó esetben ez történik egyébként, hogy a színészek felszabadulnak, és megtelik tartalommal. Karádi Katalin Ról csináltál egy önálló estet, ugye te is írtad, te énekelsz, te mondod a magadét. Miért izgatott téged Karádi? Miért gondoltad azt, hogy a 21. század elején Karádival kéne még színpadra lépni? 10 éves gyerek lehettem, amikor én Karádi dalaival először találkoztam, és akkor lehetett újra kapni a Bakelit lemezeit, és én mindet megvetettem a szüleimmel. És nagyon sokat hallgattam, és akkor is kívülről tudtam. Ez valami megmagyarázhatatlan rajongás és szeretet, ami már akkor bennem volt gyerekkoromban, és aztán kezdőszínésznőként elkezdtem Karádi dalokat énekelni, amikor mentem fellépni, és hát utána olvastam az ő élet útjának, hogy micsoda furcsa, sikerekben és tragédiákban bővelkedő életút adatott neki, és akkor arra gondoltam, hogy én szeretnék egy teljes estét szentelni Karádi emlékének. Egyébként nem csak én vagyok így az iránta való rajongással, azt látom, hogy születik róla egyébként még mostanában is színházi előadás, hallok Karádi dal feldolgozásokat egészen különleges hangzásban, tehát valami miatt neki volt egy olyan kisugárzása és egy olyan személyisége, hogy a halála után 33 évvel is egyszerűen érvényes és hiteles. És neked mit ad az ő személye? Nagyon, valamitől nagyon, nagyon közel áll hozzám, és úgy áll hozzám közel, hogy véletlenül sem szeretnék hasonlítani. Tehát, hogy az, hogy most mély a hangom, vagy az ének hangom, az teljesen lényegtelen. Ezt ki kell mondjam, olyan kevés olyan embert látok, akinek ennyire magával ragadó a személyisége, aki magában hordozza egyébként azt a fajta fájdalmat is, ami miatt szerintem a színház műfaja érvényes. Tehát én mindig azt érzem, hogy én akkor vagyok hiteles egyébként a színpadon, hogyha én hallom, hogy szipognak a nézőtéren, hogyha én kiváltok az emberekből valamilyen érzést, legyen az szomorúság, mert éppen eszébe jut arról a dalról valami, vagy arról a gondolatról valami. És hogy szerintem Karádi személye pont az, aki kivált. Tehát ha csak olvasok róla, vagy csak megnézem az utolsó interjút, amit Sándor Pál készített vele Amerikában, az ember elbőgi magát. Még egy kicsit maradjunk a színháznál, mert egy ideje rendezel is. Tehát miért van az, hogy egy színészben
egyszer csak megjelenik az a vágy, hogy akkor rendezzen is. Képzeld el, hogy egyszer nagyon régen, hát nem tudom, jó, nem olyan nagyon régen, 6-7 évvel ezelőtt egyszer én is próbálkoztam egyébként azzal, hogy beültem a műsorvezetői székbe, és azt kérdeztem egyszer egy színész kollégától, aki rendezni kezdett, hogy te és miért kezdtél rendezni? És az volt a válasz, hogy azért, hogy más ne rendezzen. Én ezt azért nem mondanám, mert én azért nagyon jó rendezőkkel dolgoztam együtt, és nem is szeretem használni egyébként azt a szót, hogy én rendezek, inkább azt mondom, hogy lassan 30 éve vagyok ebben a szakmában, nagyon sok mindent láttam és tapasztaltam, és talán van annyi arányérzékem, ritmusérzékem, talán van szemem és ízlésem ahhoz, hogy kívülről rálássak valamire, vagy egyébként azt tapasztalom, mint ahogy a színésznőként a rendező instrukcióit hajtom végre, hogyha lent ülök a nézőtéren, akkor jönnek egyszerűen a gondolatok és az ötletek. Valahonnan, nem tudom honnan. Nem tudom elképzelni, hogy mondjuk te erélyesen rászólj valakire, hogy ezt így csinálja, vagy ne úgy csinálja. Látod, ez pont az, amit a szüleinkkel kapcsolatban mondtunk, hogy miután tudom, hogy milyen az, amikor valakit túlféltenek, vagy van egy rosszkor mondott rossz mondat, én nagyon vigyázok arra, hogy még véletlenül se súroljam le azt a bizonyos bőrt. Hanem lehet úgy mondani egyébként, egy instrukciót vagy egy gondolatot, hogy ezt valaki ne sértésnek érezze, hanem az építő jellegű legyen. És ilyenkor utólag kollégáktól kapsz vissza jelzést, hogy jól esett veled együtt dolgozni? Vagy? Igen, igen. Aztán lehet, hogy ezek csak nagyon udvarias kollégák. De igen, igen, igen. Hogy az biztos, hogy feszültség nincsen, hogy jó hangulatban telik, és hogy nem akarok senkire semmit ráerőltetni, amiről azt látom, hogy ez a másiknak nem esik jól, nem úgy áll a szájára. Most megint most a macskáim, hagyom olyannak lenni, amilyen. Mert egyébként akárki, akármilyen adottságokkal vagy képességekkel áldotta meg a sors, igaz és hiteles csak akkor tud lenni, hogyha önmaga. Fordítok a beszélgetés menetén. Ugye nemrég az 51. életévedbe léptél. A beszélgetésünk elején ugye már picit érintettük azt, hogy egy szép nőnek milyen az idősödés útjára lépni? Hát nem is tudnám ezt így egy szóval megfogalmazni, mert amikor a kerek évforduló közeledett, akkor én nagyon visszahúzottam a kis csigaházamba, mert azt gondoltam, hogy nekem azt nem lesz jó kimondani, hogy 50. Valahogy, pedig ez egy butaság, utólag nyilván ki is derült, hogy az. Nem azt éreztem, hogy valaminek a végét jelenti, de hogy nem esett jó a gondolat. Egyébként a 40-nél ezt nem éreztem, de az 50-nél igen, és akkor tudtam, hogy készül egy meglepetés buli, és aztán én ezt minden erőmmel meg is akadályoztam, és én egy dolgot kértem a gyerekeimtől, hogy hagyjanak engem békén 2 napig. Ez hadd legyen az enyém. Ezt ne kelljen nekem megosztani egy pesgőző társasággal, akármennyire szeretem is a barátaimat. Ezt most ne. És lementem bálványosra a kis házamba, és ott töltöttem be az 50. életévemet, ülve egy jógamatracon, a napsütésben, madárcsicsergésben, a 2 kutyámmal, és frenetikus élmény volt. Tehát egyébként egy ilyen helyzetben azt hiszem, hogy pont az időtlenséget éreztem meg. Úgyhogy az 51 az már... már az így semmi. Mitől féltél, hiszen ugye ezt tudjuk, hogy a színpadi szerepek vagy filmszerepekben pont ez a korosztály, vagy kor a nőknél az, amikor nem igazán kapnak koruknak megfelelő szerepet, igaz? Tehát ugye elmúlik a fiatalság, a hamvasság, de még nem elég öregek ahhoz, hogy nem tudom, anyát, nagymamát játszanak. Tehát ez is benne volt a félelmedben? Ez azért nem volt benne egyébként, mert hogy az új színházban játszom ezeket a csodás szerepeket, és hogy az a csodálatos megtiszteltetésért egyébként, hogy előtte 2 hónappal érdemes művész lettem, tehát olyan szakmai elismerésekben részesültem, hogy ezen nem értem rá keseregni, hogy most esetleg olyan évek várnak rám, de az érzésben egyébként ott van.
ugyanez, amiről beszéltük, hogy mit érzek belül, és ahogy korosodom, egyre inkább azt érzem, hogy ezekre a megérzésekre és egy nőnek az ösztöneire, azok olyan pontosan súgnak. És amikor én azt mondom, hogy én nem látom magam színésznőként 15 év múlva, akkor az nem, abban már nem a félelem van, hanem valami realitás. Amit mondasz, hogy ha most őszinték akarunk lenni, akkor a világirodalomban az írók 50 és 70 közé nem nagyon írtak női szerepeket. De ezzel semmi baj nincs, hogyha én megtalálom másban, a rendezésben, vagy az állatvédelemben az örömöt. Úgyhogy ilyen értelemben egyébként nincs bennem félelem, másrészt meg én azt érzem, pestiesen szólva, én a színházi szakmában azt kimaxoltam. Tehát nincs olyan szerep, ami egy színésznőnek az álma, és én azt nem játszottam el. Azért ez szerencsének is mondható, nem? Igen, hogy megkaptál akkor mindent, amire vágyhat egy színésznő, vagy amire te vágytál. Rólad valahogy kettős kép él az emberekben. Ugye tudod, hogy szeretettel mondom, tudom, de részben azt mondják rá, hogy na hát a férfi falu Gregor, a könnyű Gregor Bernadett, a másik, és talán ők vannak kevesebben, akik ezt a nagyon finom, nagyon érzékeny, elegánsan visszafogott Bernadettet ismeri. Tehát te hogy tudsz ezzel élni, vagy mit teszel, hogy ne az egyik erősödjön, hanem inkább a másik? Vagy teszel-e egyáltalán ez ügyben valamit, hogy a hangsúlyt a jobbik irányba vidd? Nem, most már nem. Egyébként az, hogy rólam milyen kép alakult ki a köztudatban 10x vagy 20x évvel ezelőtt, ugye annak nagy szerepe volt a bulvár sajtónak, ami egyébként akkor lett ilyen divatos Magyarországon, amikor én éppen a 20-as éveimben voltam, és hát volt mindenféle változás az én privát életemben, egyébként kinek nem, de hát akkor ezt ugye úton útfélen meg is írták. És sokáig engem nyilván azért zavart, mert azt éreztem, hogy az a kép, amit rólam festettek, az köszönő viszonyban sincs a valósággal, hiszen én 23 éves korom óta édesanya vagyok. Én mindig több munkahelyen dolgoztam. Szóval, hogy az én hétköznapjaim koránt sem voltak olyan érdekesek egyébként, mint amilyennek azt mások tudni vélték. Tehát, hogy nem volt ebbe ennyi. És sokáig zavart, és aztán egyszerűen valahogy, és ezt is a kor hozta meg. Szóval most még úgy érzem, az idő nekem nem ellenségem. Tehát, hogy hozott egy olyan belső nyugalmat és egy önismeretet, hogy az, hogy én azzal foglalkozom, ha valaki nem látja a valódit, nincs kinek miről magyarázkodjak. Azt hiszem ennyi. Mm-hmm. És az, mert nyilván ehhez a képhez hozzájárulhatott az, hogy a párválasztások. És nem, számomra nem az a lényeg most itt, hogy mennyi volt, vagy mennyi nem van, aki hitelesíti a párkapcsolatait, más meg nem. Inkább az izgat ebben, hogy tanultál-e egy-egy párkapcsolatod végén, hogy akkor mit kellett volna másképp, vagy mit kellett volna jobban, vagy kudarcként élted-e meg, amikor egyik vagy másik véget ért? Mert biztos mindegyikben hatalmas szerelemmel. Nem tudom elképzelni, hogy persze, neked az eszed a... Ebben nem, a hát nem, ki ne, aki szerelmes, volt. Az nem, szerelmes. Nem. És ezzel, ha normálisan vagyunk szerelmesek, kedves nézők, akkor nem az eszünkkel mérlegelünk. Biztos, hogy tanultam egyébként. Talán bennem mindig nagyobb volt a vágya a szeretetre és a valakihez való tartozásra, mint hogy én észérvekkel végig gondoltam volna azt, hogy egy adott helyzetből, egy adott párkapcsolatból egyébként mi sülhet ki, vagy mi várható. Tehát az én illúzióimban mindig az volt, hogy én sütök, főzök, és nem tudom, a párom nézi a tévét, vagy nem tudom, és sok gyerek sűrök, forog, meg jönnek a kutyák, macskák, és bennem egy ilyen kép klasszikus élt. Ez a klasszikus családmodell.
És mindig vágytam is erre, és aztán mindig eljött az a pont, amikor be kellett látnom, és az kudarc, persze mindenféleképpen kudarc, még akkor is, hogyha az ember saját maga dönt úgy, hogy valamiből kiszáll. Tehát azt érzem, hogy a szeretet és a valakihez való tartozás, vagy ennek az illúziójának a hajszolása, ez bennem erősebb volt, mint a józan megfontolás. És hogy ezért alakult így, egyébként pedig ez megint az, hogy jó vagy rossz, amíg nem súrolom rá másról a bőrt, addig nyilván úgy élek, ahogy én jónak érzem. Valahogy én mindig azt éreztem, hogy ha valamitről éreztem, hogy már itt szorít, ott szorít, hogy már elmentem a falig, az utolsó utáni lehetőséget is végig zongoráztam, és még úgy se, és még úgy is, nem szeretsz hazamenni, szorongsz, nem jó. Én például azt nem, sose bírtam huzamosabb ideig. Egyszerűen testi tüneteim lettek attól, hogy egy olyan sarokba szorított helyzetben vagyok, amiben nem érzem jól magam. És ha én nem érzem jól magam, és feszült vagyok, már az, akkor már a körülöttem levők sem. Úgyhogy én meg ezt a részét mondhatnám, hogy csodálom, de inkább... Igen, bennem nincs meg az az érzés, hogy évtizedeket egy párkapcsolatban úgy lehúzni, hogy én nem szeretek hazamenni valahová. Na, azt hiszem, ez az igazság. Teljesen megértelek, és ezt szoktam képviselni, ugye sokszor, sok előadásban, sok közönség találkozón és zömében nők jönnek, és én hasonlóan ezt képviselem, hogy nem szabad egy olyan kapcsolatban benne maradni, ami nem épít, nem örömforrás, és persze ezek kétoldalú dolgok is, tehát gondolom te se, én sem soha nem gondolom azt, hogy én a földre szállt angyal vagyok. Persze. Biztosan. És még az jutott eszembe, ezt egyszer egy régi barátnőm mondta, hogy amikor egy szép szerelem már nem szép szerelem, és kezd megfakulni, és problémák jönni, hogy olyankor az ember tulajdonképpen nem a másikban csalódik, hanem saját magában, hiszen nem jól ismerte meg, igaz? Nem ismertem meg a másikat, mert elvakított a nem tudom, akár a fizikai vágy, akár egyáltalán ez a szerelem érzése. Nem tudom, ez van ehhez hozzáfűzni valód? Igen, én is így érzem. Másrészt pedig én a... most visszagondolva a legnehezebb élethelyzetekre is, amiket párkapcsolatban éltem meg, egyébként nagyon hálás vagyok mindenkinek, akivel engem a jó sorsom összehozott, és akivel saját magamat, aki mellett én jobban megismerhettem, mert én biztos vagyok egyébként, hogyha én nem élem meg azokat olyan mélységig, akár a számomra negatív vagy rossz dolgokat, akkor én most nem érezném magam ilyen jól a bőrömbe. Tehát egy kicsivel jobb lett volna, mint amennyire rossz volt néhány év, akkor most nem így, most nem volna bennem ez. És egyébként az a fajta belső nyugalom, ami szerintem, ez nekem egy nagyon fontos és nagyon jó érzés, hogy nincs szükségem senkire. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudok szeretni, de hogy szükségem nincs, hogy én nem függök attól, hogy én egy másik ember által szeretve vagyok-e, vagy figyelnek-e rám. És szerintem, és így tudok igazán kapcsolódni egyébként. Ezt fontos kimondani és megfogalmazni, mert nagyon sok nő van, aki, és ez valahol a magyar köztudatban még mindig így van, hogy egy nő csak akkor lehet teljes, akkor lehet értékes, ha van mellette egy férfi. De most ugye erről beszélgetünk, hogy nem szabad, hogy mi attól függjünk, vagy a mi értékünk attól függjön, hogy van-e mellettünk egy férfi, egy társ, igaz? Hanem a saját értékünk szerint legyünk értékelve. Hogyha a nőtársamat, akár korombelit hallok, vagy sírni, vagy keseregni azon, hogy ó, nem hívott fel, jaj, ma nem üzent, jaj, bennem kelt szorongást ez a fajta függés, hogy nem függhet az én lelki állapotom attól, hogy valaki nekem ír egy SMS-t, vagy nem. Hát hol vagyok én egy ilyen történetben? És hogy
Nekem ez, igen, azt hiszem, nekem ez egy nagyon-nagyon fontos a szabadságom. És ez nem szabadosságot jelent, az nem azt jelenti, hogy én nem vagyok hűséges, hogyha kapcsolódom valakihez, de hogy nem függök semmilyen értelemben senkitől. A fiaid, ugye két fiad van, egy igencsak felnőtt fiad, meg egy még nem annyira felnőtt, ugye kis kamasz a kisebbi. 17 lesz mindjárt a kicsi. Hát akkor egy picit talán több is, mint kis kamasz, hogy amikor egyedül maradtál velük, akkor azt hogy élted meg? Mennyire terhelted őket azzal, hogy ti most hárman vagytok egy egység, vagy mennyire merítettél be abból erőt, hogy ott van a két gyermek, és azért velük akár anyagilag, akár lelkileg, akár szellemileg törődni kell. Én amikor egyedülállóvá váltam, én egyébként akkor billentem helyre mentálisan. Tehát nekem egy már nem komfortos vagy nem működő párkapcsolatban levés, az tőlem sokkal többet vett el, mint az, hogy én nekem az problémát jelentsen egyébként, hogy én egy egyedülálló családanya vagyok. Nagyon szerencsésnek érzem magam azért, hogy a hivatásomban megtaláltam a helyemet, és ez nagyon fontos, hogy én megélek abból, amit csinálok, és nem jelent problémát, hála a jó Istennek, eltartani a kamasz fiamat, még úgyse, hogy a kamaszkorral jönnek az extra igények. De a mi elvárásainknak és igényeinknek megfelelő életszínvonalat képes vagyok biztosítani, és ez is egy baromi nagy szabadságot ad egyébként. Másrészt én igyekeztem nem terhelni a gyerekeimet, tehát az nem a gyerek dolga egyébként, hogy én hogy vagyok, hogy nem, a gyereket akkor is el kell indítani az iskolába, a tiszta ruhába, meleg kaja kell, hogy legyen. Tehát ez nem volt kérdés, hogy én anyaként bármilyen helyzetbe képes voltam helytállni. De azért egyébként visszatérve erre, hogy a párkapcsolatokban levés és annak a vége, de lehet, hogy azért persze ez, vagy mondhatja az, aki együtt él évtizedek óta. Tehát azért ez nem egy tragédia. Én látok magam körül egyrészt egyedülálló édesanyákat, akik megállják a helyüket. Egyébként a családban is vannak ilyenek, akikkel egyébként, ha kommunikálunk, még erőt tudunk gyűjteni. Összeadódnak ezek az egyébként is erős női energiák. Egy kolléganőm, aki szintén nemrég vált el, és azóta ki van virulva, és egyébként a volt férje is, és mind a ketten azóta boldogok más-más oldalán. Ő mondta, hogy mi nők olyanok vagyunk egymásnak, hogy amikor az egyik elesik, akkor a másik nő felsegíti, kicsit leporolja, hogy na jó van, gyerünk anyukám, menjél tovább. Úgyhogy picit ezt érzem, hogy én ezt nem mélypontként éltem meg, hanem egy ilyen helyzet után egyébként, ami energiát vitt el, én azután találtam magamra. Ahogy így beszélgetünk, azt érzem, hogy jól vagy. Igen, én is ezt érzem. Még mindig van néha, hogy kibillenek egy picit ebből a belső az mindig nyugalomból. Lesz, hát az ugye, élet lesz? Erről szól, hogy az élet nehéz. Senki nem ígérte, hogy könnyű lesz. Igen. Lesz benne harmónia, aztán lesz benne kibillenés, nem? És most valahogy azt érzem, hogy te úgy... Én most ezzel azt szeretném, hogy jó sokat billegtem fiatalkoromban, és akkor mostantól jön a harmónia. De ehhez hitem szerint az is hozzájárul, Bernadett, hogy érünk az idővel. Nem? Tehát, hogy a fontosságok, az idő értéke, az emberekhez való kapcsolódás, hogy már nem mindenkihez feltétlenül, nem? Tehát, hogy ebben is értél te is, és fogsz még, hát hiszen hol vagy te még attól, hogy idősödésről beszéljünk. Egyébként én is ezt érzem, hogy a minőségi, de ez is érzés, ez nem egy tudatos döntés. Persze. Szerintem, hogy most betöltöm az 50-et, és onnantól elhatározom, hogy így lesz, hanem ami egyébként nekem nehezemre esik, és ezen az úton még mindig tanuló félben vagyok, hogy nemet mondani bizonyos dolgokra. Hogy nem kell már mindenkinek megfelelni, hogy nem kell már olyan helyzetekbe belemenni, nem kell már olyan emberekkel beszélgetni, vagy kommunikálni, vagy olyan munkát elvállalni,
ha csak most nem arról van szó persze, hogy be kell fizetni a számlát, amiről azt érzem, hogy már itt szorít, ott szorít, és nem kell. Ha az ember nincs rá kényszerítve, vagy belekényszerítve egy helyzetbe, de egyébként az élet olyan, hogy egyébként bele vagyunk egy csomó mindenbe, mert kötelezettségeink azért vannak, és azok nem is, azok maradnak is, de hogy ezt érzem, és sokat foglalkoztam azzal, hogy jaj, mi lesz, ha megbántok másokat, jaj, mi lesz, ha megsértődik. Mondhatok nemet. Mondhatok, mert legfeljebb megsértődik, az nem az én problémám. Vágysz valamire? Szoktál álmodozni valamiről? Van, ugye az előbb mondtad, hogy szerencsés voltál a szerepeket illetően, de hát azért még egy élet közepén tartasz, tehát úgy van, álmodozol valamiről? Nem. Nem álmodozom semmiről. Néhány hónappal ezelőtt egy nagyon kedves barátommal beszélgettünk arról, hogy kinek mi az élet célja, és ezen elgondolkoztam, hogy mi az én élet célom. És nem tudtam rá válaszolni. Én örülök annak, hogy most itt vagyok, és veled beszélgetek, és még majd kimegyek a kutyáimmal sétálni, hogy jön a nyári szünet, hogy mindjárt véget ér a suli, és nem kell áll most reggel ötször szólni neki, hogy most aztán kelj fel, hanem jön egy nyár, hogy vannak fellépéseim, hogy szükség van rám színésznőként. Nincsenek, tehát nincs az, hogy szeretnék egy máshol lakni, vagy még oda szeretnék eljutni egy utazásra. Nincsenek ilyen. Olyan szívesen fogadom azt, ami jön, és megpróbálok egyébként együttműködni minden változással. Különösen azzal a változással, amin változtatni nem tudok. A fiúkról, ha lehet, mondj még néhány szót, bár a gyerekeink nem mindig szeretik, hogy róluk mesélünk így nyilvánosság előtt. A felnőtt fiad mivel foglalkozik? Bence fiam 28 lesz már a nyáron, és ő hangmérnökként végzett a Színművészeti Egyetemen, de nem hangmérnökként dolgozik, hanem programozóként, mert utána elvégzett egy programozósulit is. Egyébként azt látom, hogy ő még útkeresésben van. Tehát épp a minap beszélgettünk, ő neki még a fejében van az, hogy esetleg ő külföldre menjen, ott próbáljon szerencsét, és egyébként én azt gondolom, hogy ha valakiben van ilyen ambíció, akkor az nem baj, hogyha megpróbálja, már csak azért is, mert hogyha majd egyszer családja lesz, vagy valami mégis itt tartja, akkor lehet, hogy bánni fogja, hogy nem próbálta meg. A kicsike Álmos, ő pedig ugye 17 és másodikos gimnazista, és előrehozott angol érettségit írt, és nemrégiben hívott, hogy nagyon jól sikerült neki. Úgyhogy azt hiszem, jövő évtől nem kell angol órára járni. De valószínűleg fejleszti majd tovább az angolját, nem? Hát hiszen minél jobban beszéli a nagy világjárásban, vagy a határainkon túllépve, ez egy hihetetlen jó dolog, ha az angollal jól bírnak. Igen, azt látom egyébként, hogy a mai fiataloknál ez már szinte alap, hogy valaki beszéljen angolul. Én még mindig azt szoktam mondani, hogy én magyar nyelven vagyok, magyar színésznő, tehát az ön kifejezésemnek a módja az anyanyelvem, úgyhogy valószínűleg én már nem tudnék máshol más nyelven boldogulni. Köszönöm, Bernadett, hogy nálam jártál, és egy kis meglepetést tartogatok a végére. A műsorunk támogatója úgy gondolta, hogy meglepünk téged. Rólad azt képzelem, hogy szereted a természetes dolgokat, úgyhogy ebben van finom kézkrém. Finom kézkrém. Akkor van benne, jön a nyár, nem tudom, mennyire vagy érzékeny a napra, vagy a napfényre, ez is egy frissítő, meg egy kis vitamin. Köszönöm. Úgyhogy köszönöm. Használd jó egészséggel, ezt szeretettel. Köszönöm szépen, köszönöm. Önöknek köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Nézzék továbbra is a Korhatártalanult, akár itt a TV Szentendrén, akár jöjjenek a YouTube csatornámra, és ott nézzék meg ezt a műsort, vagy újra nézzék meg, sokszor van, hogy egy-egy műsort szívesen megnéznek újra és újra. Van, aki jegyzetelni is szokott, mert tanul belőle. Iratkozzanak fel, és akkor nem maradnak le ilyen érdekes, tartalmas beszélgetésekről, mint például a mai is volt. Viszontlátásra!